Aratnak a kombájnok valahol Győr közelében még augusztusban. A súlyos aszály majd a tavasz végi nyár elejé esős periódus sem a termés mennyiségének, sem a minőségének nem tett jót idehaza. Európában is jelentős volt a termés csökkenése a múlt nyáron, ezért a francia, angol, de még a román piacon is hiány keletkezett, ez pedig felverte a búza árát. A nemzetközi piacokon emelkedő búza árak miatt várhatóan a hazai malmok is kénytelenek lesznek emelni a lisztárát, ez pedig a pékek termékeit is érinteni fogja. Igen, mi is hallottunk, hogy nyáron egy 5000 forintos buza ár volt, és most már megduplázódott, tehát 10000 forint a buza ára, 9500 forint, tehát a aratás óta duplájára felment az alapanyag ára. Így most a molnárok is szóltak már itt az év elején, hogy hamarosan készülhetünk a következő áremelésre. Tavaly is volt, hogy kétszer emeltek árat, mi ezeket az árakat nem tudtuk érvényesíteni magába a kenyérbe. Egyrészt ez a vírushelyzet, meg úgy gondoltuk, hogy tényleg, hogy jobb legyen így a fogyasztóknak, ezeket mi nyertük be, ezeket az áremeléseket. Ebben az évben viszont már kénytelenek emelni a pékek. Vajda Péter elmondta, ők január 1-től növelték néhány kenyér és péksütemény árát, de van olyan termékük is, mely most kevesebbe kerül, mint azelőtt. Mi január 1-től egy áremelést csináltunk, egy árkorrekciót csináltunk, ami azt teszi, hogy összességében a mi pékáruinknak az ára 4%-kal emelkedett, de vannak olyan termékek is, amiben tudtunk csökkenteni. Ezek voltak ilyen több magvas termékek, hogy mindenképpen a fogyasztóknak, a vásárlóinknak jobb szájízzel jöjjenek hozzánk vásárolni, és mi megbecsüljük, mi szeretjük a vásárlóinkat. Vajda Péter kiemelte, van olyan kenyér, ami 20 forinttal, van olyan 2 kilós fajta, ami 100 forinttal lett drágább. A pékség tulajdonosa hozzátette, vannak olyan vásárlóik, akik nem hagyták szó nélkül az emelést, ettől függetlenül ragaszkodnak a jól megszokott termékeikhez.